tulajdonképpen az elmúlt 20 évemben a szabadidőmet, ugye a magyar géniuszok természetrajzának megértésére fordítottam, és azt kell önnek mondanom, hogy Mohács óta ide a Kárpát-medencébe géniusznak születni, az egy óriási szerencsétlenség volt. Szóval természettudományos módszerekkel lehet igazolni, hogy eleve 90%-okat elpusztította a társadalom. Mi már csak azt a 10%-ot ismerjük, és ők a József Attilák, meg a Radnótik, meg az Ady Endrék, meg a Petőfi Sándorok, akiknek azért a sorsa már megint csak nem volt olyan nagyon dicséretes és irigylésre való. És sajnos nagyon-nagyon igaz az, két szélső végletet mondjak, egyik Ady Endrétől származik a Hortobágy poétájába, hogyha itt valaki szent nagy dalnoknak született, akkor annak két lehetősége volt, hogy káromkodhatott vagy fütyürészhetett. És sajnos például József Attilát is szerették volna erre rákényszeríteni. És ahhoz, hogy ő megírja ezeket a csodálatos nagy verseit, hát ez neki óriási ellenállást kellett legyőznie, és óriási erőit és energiáit kellett fölemésztenie. És akkor jön a másik, ugye amikor a nagy magyar fizikusokat ott Amerikába faggatták, hogy mi az a magyar titok, hogy ők ekkorát tudnak dobni, teljesíteni ott az Egyesült Államokba, nem jó hallani, de az egyikük megfogalmazta, hogy a magyar titok, hogy időbe kell lelépni. Mert aki itt marad, azt elpusztítják. És azért a magyar költők sorsa ezt példázza. Ezt Balassi Bálinttól Nagy Lászlóig úgy végig lehet venni. És ebben József Attila nagyon-nagyon beletartozik, nagyon-nagyon beletartozik. Én egyetértek, ugye, mert ez a, amit ön mond, hogy tulajdonképpen úgy végig egyensúlyozta, ilyen légtornászként egy kötélen az életét, ez így volt, mert egyrészt, amit ő génjeiben hozott, amit a társadalmi förtelmektől el kellett szenvednie, és akkor ehhez társul az ő lelki egészsége, amely eleve egy ilyen szélsőségekre hajlamos, tehát, hogy egyszer tényleg azt gondolta, hogy ő a legcsodálatosabb, és utána pedig aztán eljutott arra a pontra, hogy ő itt senkinek se kell, ő itt fölösleges, és akkor eljut akár az öngyilkossági kísérletekig, hiszen nem egyszer történt meg, szinte csoda, hogy megérte az 1937. december 3-át. De azért, ha egy kis szerencsénk lett volna, akkor azt képzelem, hogy azért talán még élhetett volna sokkal tovább. De visszatérve, hogy azt gondolom, hogy igen, a társadalom felelőssége óriási. Mert az átlagosok nagy tömege, aki a halála után mindig rettentően kezdi szeretni a géniuszokat, de amíg élnek, addig rüheli őket, mert ezek ilyen csodabogarak, ezek ilyen elviselhetetlen, exaltált, őrültek, és utálja őket. Nagyon szépen mondja Széchy Margit, hogy a magyar géniuszok ragyogása az csak a temetőben, a föld alól látszik. És erre József Attila a legjobb példa, mert azért legyünk őszinték, amíg élt, alig vettek róla tudomást. És ahogy meghalt, már rögtön nagy szenzáció volt. És tulajdonképpen ebből a szenzációból nőtt ki halála után az ő méltó megbecsülése. Tehát képzeljük el, hogyha ebből a megbecsülésből még 0,1%-ot érzékelt volna az életébe, hogy az neki micsoda elégtétel lett volna azokért az erőfeszítésekért, és azokért a művekért, amit ő alkotott. Tehát én azt gondolom, hogy a társadalom igenis bűnös. És én azt gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha a társadalomnak József Attila kínszenvedéseit, keresztútját megismerve lenne lelkiismeret furdalása. Mert akkor talán a jövő géniuszainak egy kicsit könnyebb lenne. Az Isten itt állt a hátam.